Én egyszer csak megláttam egy felhívást egy újságban, egy magazinban, akkor 19 éves voltam, és még egyáltalán a közelébe se voltam annak, hogy saját gyerekem szülessem, de mindig is érdekelt a szülés-születés témaköre. Szóval megláttam egy felhívást arról, hogy lesz egy nyílt nap a természetes szülésről. És én oda elmentem, mint egy ilyen érdeklődő, egy ilyen laikus érdeklődő, és ezt az előadást a Gerébági tartotta. És hogy nagyjából innentől datálódik, hogy így a közelébe voltam, vagy a közelébe kerültem, és hogy ami rendkívül jó volt ide az én indítatásom mellé, hogy ő nagyon nagy szeretettel fogadott, és nagyon nagy bizalommal, és ez rendkívüli módon jól esett, pedig én akkor még sosem láttam szülést, vagy maximum filmen, és akkor elkezdtem vele dolgozni, laikus segítőként, asszonytársi segítőként, tehát dúla lett belőlem mellette. Így aztán úgy hozta az élet, hogy mire én magam is várandós lettem, és az első gyermekemet vártam, hogy ez teljesen természetes volt számomra, hogy én otthon szeretnék szülni. Tehát föl sem merült egyéb más lehetőség. Addigra meggyőződésemmé vált ez az út, és ez a fajta háborítatlanság, amit addig láttam az Ágitól a szülések kísérésénél. Amikor elkezdődött, akkor, és haladt szépen előre a maga útján, én teljesen el voltam képedve attól a fajta magabiztos természetességtől, amivel ez a folyamat zajlott. Hogy ez lenyűgöző volt, hogy valami, amit nem irányítok tevőlegesen, az történik. Mert hogy erre vagyok programozva, és hogy erre alkalmas a testem, lelkem, és hogy a gyerekem elindult az útjára, és én képes leszek arra, hogy őt a világra hozzam. Tehát efelől egyáltalán nem volt semmi kétségem. A vajudás elég nagy része az eleje úgy zajlott, hogy én egyedül voltam, de hogy ezt én választottam, hogy egyedül legyek, a páromnak közben más dolga volt napközben, és hogy én tettem, vettem, mostam, vasaltam, készülődtem, megálltam, amikor a fájások jöttek, és hogy nagyon-nagyon jó volt egyedül is lenni. És ez például egy fontos tanulság lett nekem bábaként a későbbiekben, hogy nem csak akkor történnek a szüléseknél fontos dolgok, amikor a személyzet már ott van és rendelkezésre áll, hanem hogy nagyon fontos dolgok megtörténnek a jelenlétünkben is, és a jelenlétünk nélkül is. Ezért nagyon nagy hangsúlyt fektetünk mi bábák arra, hogy akkor menjünk a szüléshez, amikor oda vagyunk hívva. Tehát az, hogy ki mikor hív oda, az teljesen egyéni. És aztán, ahogy haladt előre a folyamat, akkor már megérkezett a bábám is, és a dúlám is, ahogy haladt előre a folyamat, egyre előrébb, egyszer csak azt kezdtem érezni, hogy egyre nehezebb tartani a kontrollt, és egyre nehezebb az irányításom alatt tartani ezt a folyamatot. Én egy olyan fiatal nő voltam, aki rendkívül magabiztos, aki szereti a dolgait kézben tartani, sőt, mi több, abban hittem, hogy azok a dolgok vannak elintézve, amiket én elintézek. És ez egy nagyon-nagyon új tapasztalás volt, hogy történik valami rendkívül intenzív folyamat az én testemben, amit egyáltalán nem én irányítok, tevőlegesen egyáltalán nem tudok befolyásolni, mégis történik, mégis halad előre, rendkívüli módon igénybe vesz, és ami aztán mindenek a ne tovább, hogy megpróbál, azt érzékeltem, hogy ez megpróbálja ez az erő, vagy ez az intenzív folyamat átvenni tőlem az irányítást. És nekem nagyon sok időm és energiám elment arra ezekben az órákban, hogy én ellenálljak ennek az erőnek, ami szerette volna átvenni tőlem az irányítást. És hogy egy ilyen végeláthatatlannak tűnő küzdelem kezdődött el ezzel, hogy minden egyes kontrakciónál arra törekedtem, hogy csak megtartsam valahogy a kontrollt. És ez egyre nehezebb volt, és egyre lehetetlenebbnek tűnt. És aztán egyszer csak, hál' Istennek, a szülés ereje elvitt engem arra a pontra, ahol azt mondtam, hogy eddig tartott, és nem tudom tovább. És én azt akkor nem tudtam, de hogy életem legkatartikusabb élménye történt ekkor,
hogy ennek az erőnek semmi más nem kellett, mint az, hogy én végre beadjam a derekamat, és végre átadjam az irányítást. És ez volt az a pont, amikor a szülés tudta tenni a dolgát, és az én ellenállásom nem vett már el tőlem erőt és energiát. És innentől történt az, hogy úgy éreztem, úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy így rákaptam az ízére, vagy megéreztem, hogy mi szeretne történni, hogy így hagynom kell, hogy történjen. Amikor a gyermekem a világra jött, akkor hát egy ilyen teljesen eufórikus állapotba kerültem, és emlékszem rá, hogy az volt az első gondolatom, amikor ő megszületett, hogy te fiúnak születtél, és te sosem fogod tudni, vagy sosem fogod átélni sajnos ezt, amit te adtál nekem a te születéseddel. Tehát, hogy ilyen, tényleg, ez az állapot, ez a burok, amit a szülés magával hozott, ez hetekig kitartott még, és nem is ezen a világon voltam. Tehát, hogy az a boldogság, amit akkor éreztem, az egészen elképesztő volt. És hogy olyan érdekes az, hogy a második, a harmadik és a negyedik szülésemnél, amikor már tudtam, hogy erre megy ki a játék, ennek kell megtörténni, hogy az irányítást át kell adni, mert ez a folyamat akkor fog csak erőre kapni, és akkor fog előre haladni. Tehát attól, hogy ezt tudatosan tudtam már, hogy ennek kell történni, ettől ez nem volt könnyebb. Tehát az irányítást odaadni, valahogy ez mindig nehéz volt. A második szülésem teljesen egyedül zajlott, tehát teljesen egyedül voltam. Senki nem ért haza, vagy senki nem ért oda. És hogy nagyon érdekes volt, mert éreztem reggel, amikor fölkeltem, hogy hát ezek a jósló fájások, amik már így vannak egy ideje, hogy ezek nem maradtak abba. Hogy azzal keltem, és ez furcsa volt és szokatlan, hogy azért most is vannak ilyen rendszertelen összehúzódások. És nagyon gyorsan zajlott minden, reggeli teendőket végeztem, szellőztettem éppen, egy gyönyörű májusi tavaszi napsütéses nap volt, tehát még az ablak is nyitva volt, emlékszem, és fölhívtam a bábámat, és mondtam neki, hogy hát ez is ez van velem, hogy vannak mi összehúzódások, de nem kell még jönni, egyáltalán nem kell még jönni, majd szólok, hogyha lesz változás. A férjem dolgozott, egyébként ő is megkérdezte, hogy elmehet-e dolgozni, de mondtam, hogy hát persze, az nagyon gyakori, hogy az ember a második szülésekor mindent az előzőhöz hasonlít, az előző tapasztalatához, és meg voltam róla győződve, hogy itt még rengeteg idő van addig, amíg szülök. Elvitt az apukám felesége a nagyobb gyerekemet, és akkor már elég sokat támasztottam az oszlopot, ami így a konyhán közepén volt, és ő ott hangtalanul segített körülöttem, ott próbált összepakolni, meg segített egy-két dolgot, és akkor így lopva rám nézett, és azt kérdezte tőlem, ezt sem fogom sose elfelejteni, azt kérdezte tőlem, hogy tudok-e még neked segíteni bármit? És akkor csak így intettem a fejemmel, hogy nem, és akkor ő úgy fejezte be a mondatot, hogy azon kívül, hogy villámgyorsan eltűnünk innen. És hogy ez nagyon jó volt, hogy erre így ráérzett, és kiengedtem őket a kapun, és ahogy ült a nagyfiam a babakocsiban, és ahogy itt távolodtak, és nézett rám, és én néztem rá, akkor elöntött egy érzés engem, hogy valamilyen formában most látjuk egymást utoljára. Hogy ebben a minőségünkben, ahogy most vagyunk. És hogy ez egy ilyen szomorú, boldog pillanat volt. És beértem az ajtón, és így elborítottak a kontrakciók. És aztán, ahogy beértem a szobába, ott egyszer csak elfolyt a magzatvíz. És még ebből sem vontam le messze menő következtetést, azt gondoltam, hogy hát jó, hát elfolyt a magzatvíz. És fölhívtam a bábámat, hogy elfolyt a magzatvíz, és akkor ő azt mondta, hogy akkor most bekapcsolja a szirénát, és akkor még jobban siet, mint eddig. És letettük a telefont, és én azt éreztem, hogy egy parancsot kapok a testemtől, hogy le kell térdelnem. És egyszer csak elborított az érzés, ez az ellenállhatatlan
ellenállhatatlan nyomás, kényszer, amit akkor éreztem, és ösztönösen oda kellett nyúlnom, hogy ott van-e már a feje, de hogy ez inkább ösztön volt, mint a tudatom, és éreztem, hogy még nincs. De a következőnél meg már azt éreztem, hogy ott van a feje, és azt is éreztem, hogy fordul. Közben az ablak nyitva, tehát ahogy mondtam, hogy szellőztettem éppen. És még arra is emlékszem, hogy tettem egy mozdulatot, amivel próbáltam segíteni neki abban, hogy könnyen ki tudja köhögni azt a nyálkot, ami a szájában van. Tehát fogalmam sem volt, hogy van nyálk a szájában, vagy nincs, csak valahogy úgy éreztem, hogy ezt meg kell tennem, ezt a mozdulatot, és aztán a következő összehúzódásnál már ki is csusszant a kezembe, és ott érdepeltem a földön, és ott volt a kezemben, és sírt, és akkor arra gondoltam, hogy lehet, hogy fázik. És akkor utána arra gondoltam, hogy akkor fölülök az ágyra, de hogy még akkor is bennem volt, hogy hát nem lehet az ágyra csak így fölülni frissen szülve, hogy akkor valamit magam alá kellene tenni. De hogy nagyon magasan volt az a felület, ahonnan le akartam venni a papírvattát, amit meg... Szóval, hogy volt ott egy ilyen kis probléma, hogy akkor ezt hogy oldjam meg az egyik kezembe a baba, de két kezem kéne ahhoz, hogy a papírvattázacskót kiszakítsam. De aztán valahogy mégiscsak megoldódott, és leültem. És akkor ez volt az a pont, amikor berobbant a férjem a kapun, meg az ajtón, tehát ő így ért haza. Azt mondta, hogy neki nagyon nehéz volt az, hogy látta, hogy még a bába kocsia nincsen a ház előtt, de hogy bentről, mivel az ablak nyitva volt, hallotta egy újszülött sírását. És azt mondta, hogy az a pár másodperc, amíg ő beért, és fogalma se volt, hogy velem mi van, és hogy mi történt, azt mondta, hogy ez nagyon nehéz volt, de hogy azt mondta, hogy ez sose felejti el azt a jelenetet, ahogy ott ültem a babával a karomba, és hogy csak azt kérdezgette, hogy megszültél, egyedül megszültél. És meg azt is mondta, hogy nagyon büszke rám, és ez semmi, ennél többet, vagy ennél jobbat akkor nem mondhatott volna, és aztán azt hiszem, hogy ez volt az a pont, amikor a bába is megérkezett. Itt egy életre meghatározó élmény volt, hogy én ezt egyedül is végig tudtam csinálni, és hogy azért tudtam egyedül végig csinálni, mert hogy ez a legeslegfőbb genetikai program, ami egy nőben van, hogy utódokat fogadjon és azokat a világra hozza, és hogy ez nálam ugyanúgy működik, mint ahogy az anyámnál, a nagyanyáimnál, az őseimnél, a felmenőimnél, és csodálatos élmény volt ezt megtapasztalni, hogy ez egyedül is. Ez egyedül is működik. Én ebből nagyon-nagyon sokat tudtam meríteni aztán a későbbi éveimben, amikor bábának készültem, és azóta is. Ami még nagyon hozzátartozik a Nóri lányom születéstörténetéhez, az, hogy őt 4,5 hónapos korában elvesztettük. Tehát ő annyit élt összesen csak. És az is nagyon különleges felismerést hozott. Azt hiszem, hogy életemben először akkor tapasztaltam meg, hogy mennyi mindenben hasonlít az, ahogy érkezünk, meg ahogy elmegyünk erről a világról. Hogy az, amikor ő elment, az szinte pontosan ugyanúgy zajlott, mint ahogy érkezett. Nagyon sokat voltunk vele, az apukája is, meg én is felváltva abban az időben, amikor már lehetett tudni, hogy csak néhány nap van hátra az ő életéből. És aztán elkövetkezett az a nap, amikor tudtuk, hogy most már nagyon közel van az az idő, amikor ő menni fog. És mind a ketten vele voltunk. És én teljesen biztos voltam benne, minden kétséget kizáróan tudtam, hogy ő semmi másra nem vár, mint arra, hogy a férjem elmenjen haza, és hogy kettesben maradjunk ugyanúgy, mint amikor. És én tudtam, hogy neki ez kell, hogy neki én kellek. És hogy ez egy nagyon fontos felismerés volt, hogy mennyire nagy jelentősége van annak, hogy hogyan érkezünk és hogyan távozunk.
és hogy mennyire nagy jelentősége van annak, hogy méltó módon lehessen ide érkezni, és méltó módon lehessen innen elmenni ebből a világból. Hogy legyen lehetőség választani, legyen lehetőség megélni